Egy fajszi családi manufaktúra is bemutatkozott az Omékon. Termékeikhez az alapanyagot saját maguknak termelik meg, és ők is dolgozzák fel a gyümölcsöket, zöldségeket, a régi családi tradíciók és az új, saját fejlesztésű receptek szerint. Bár már most is igazán gazdag a termékpaletta, a történet csupán néhány évvel ezelőtt kezdődött. Volt egy olyan területünk, ami kissé homokosabb terület volt, nehezen tudtunk rajta úgy gazdálkodni, és 2017-ben jutottunk el oda, hogy akkor erre a területre telepítünk gyümölcsfákat. Két fajtát választottunk, az egyik legyen a szilva, a másik legyen a kajszibarack, így magyar kajszit ültettünk, illetve gyakorlatilag még szilvafákat, és szilvából stellit, illetve porzóként bluefliket raktunk be a sarok közé. Rendesen, ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát engedélyeztettük, előtte a területet bevizsgáltuk, megfelelő az ültetvénynek, minden egyéb. Hál' Istennek minden jó és pozitív volt. Így elkezdtük 2017-ben a telepítést, és olyan szerencsénk volt, hogy ez belenyúlott így már november elejébe, és egy hatalmas nagy esőt kaptunk, úgyhogy meg is segített bennünket az ég, és meglocsolt mindent. Úgyhogy tavaszra 100%-os volt az eredés, és eljutottunk odáig, hogy a fák termője váltak, és ugye szüretelni tudtunk. De akkor most mit csináljunk a gyümölccsel? És merre menjünk? Hát elviszük a piacra. Akkor kezdődött ez az irány, elmentünk a piacra, értékesítés, de tovább kell menni, feldolgozzuk. És akkor jutottunk el odáig, amit itt látható mögöttünk az asztalon, hogy feldolgozzuk az adott termék és gyümölcsöt, egy terméket hozunk létre, és akkor így készítettünk lekvárokat, nincs most itt az asztalon mögöttünk, de aszaljuk, tehát készül nálunk aszalt termék is, ugye leszárítjuk, kisebb mennyiségben termelünk mellette mást, például ugye fokhagymát, céklát, szintén feldolgozzuk, ezekből is termék készül. Az első lekvár szilvából készült, majd évről évre szépen gyarapodott a kínálat. Az Omékra a legkedveltebb termékeiket hozták el, köztük azt a két újdonságot, amivel a közelmúltban egy rangos díjat sikerült elnyerniük. Hoztunk egy sült fokhagymakrémet, ami ugye az idén tettünk nagyobb részben a földekbe, vetettük a fokhagymát, meg a cékla, és ez a két termékünk az, ami az idén kiváló bácskai termékdíjas, amire nagyon büszkék is vagyunk. Emellett hoztunk még szőlőlekvárt, ami egy illatos otellóból készül, azt is nagyon szeretik és nagyon kedvelik a vásárlóink. Hoztunk még eperlekvárt, ami egy klasszikus az én nagyszüleimnek az epertöveiről, ezeket újítjuk meg évről évre. Ez az igazi klasszikus, amikor letekerjük az üveget, és tényleg az az igazi szamóca illat jön, ami már eleve emlékeket idéz bennünk, kicsit gyerekkort, kicsit régebbi időket. Ezeket próbáljuk ugye visszahozni, nem csak a meglévő termékpalettán, hanem amikor újdonságokat készítünk, akkor is mindig ez libeg egy kicsit a szemünk előtt, hogy azokat a régi ízeket felhozni vagy visszahozni, talán amikor az emberek belekóstolnak, hogy visszarepíteni az időbe őket, hogy na mi is volt régen, milyen ízek lehettek, vagy akár egy gyerekkori emléket, akár egy nagymamával, nagypapával közös emléket visszahozni. Egy kicsit ilyen időutazás is talán ezeknek a lekvároknak, vagy a krémeknek a fogyasztása. Természetesen a klasszikus szilva lekvárokat is elhozták a kiállításra, de olyan különlegességgel is készültek, mint a sütőtök lekvár, amit még kevesen készítenek. Picit próbáljuk az embereket így a most felerősödött gasztrokultúrába arra ösztönözni, hogy jöjjenek, és ne csak a lekváros kenyérnél álljunk meg, hanem hogy a húsok mellé is bátran fogyasszuk az összes BB Manufaktos terméket, mert hogy igen jól illenek. Kínálatukban olyan lekvárokat is találhatunk, amik nem tartalmaznak cukrot. Ilyen például a szilva is, aminek az elkészítését Anita még a nagymamáitól tanulta meg. Elárulták, hogy a kóstoltatások során a vevők véleményéből sokat tanulnak, és szívesen osztanak meg velük olyan recepteket is, amik náluk már jól beváltak.